Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Rep.hu TV. Idei évben rengeteg jó előadóval ülünk le interjúzni, ez most nincs másképp, úgyhogy következő vendégem PS. Szia! Csubi. Őt okay. nálunk. Rengeteg jó előadó, meg én. Nem, sziasztok! Jó, hogy itt lehetek. Az első kérdés, amivel nyitnék, ha így visszagondolsz az avodás évekre, akkor mik azok az első dolgok, amik eszedbe jutnak? az óvodás évekre, az első dolog, ami eszembe jut. De az egész időszakra. Hú, hát óriási lépés volt, mikor először nem pisiltem be reggel. Az nagyon-nagyon nagy pozitív volt. Ez mikor nem... történt? Múlt héten. <laughs> nem. Ö, ovi szánkó volt a jelem. Többet nem tudok elmondani. Azt kell rólam tudni, hogy a memóriám mint az aranyhalé. Semmit nem tudok. Van egy hugom, majdnem két éve fiatalabb nálam, és minden ilyen, rajzfilmeknek ilyen ének, meg emlékszel, úristen, ez a játék, ez... Ott se voltam. Úgyhogy óvodás évek megtörténtek, képeket láttam. És aki emlékszik, nem volt és aki emlékszik, nem volt ott, így van. Kakaó Jó, de azért úgy mégis, hogy kell elképzelni a, a pici PS-t, hogy így már akkor is mikrofon, meg mit tudom én, meg zene, vagy ez ilyen később fertőzöttél? Pici PS, pici PS nagyon eleven és rossz volt elvileg, de szerintem mindenki ezt mondja. Ki az, aki azt mondja magáról, hogy hát lányos víz voltam. Nem, tényleg elvileg egy nagyon eleven gyerek voltam, meg rossz, meg nem tudom. Tudtam az oviba kézen átfordulni. Egyszer előttem egy ilyet muternak, mikor jött értem, de utána azt tudom. Ja, Aztán utána megvert, és soha többet nem csináltam. Ne, ne, nem bántott felne fel ne jelentsétek! Ne, nem. Amúgy az enemikor jött először, figyelj, én gyűlöltem szerepelni. Amúgy a mai napig se szeretek úgy szerepelni. Negyedikbe megvan, gondolom, mindenkinek a nyolc mérföld. 92-es vagyok, 2002. Valahogy úgy jött ki a film, és azt tudom, hogy akkor volt egy farsang, és akkor ott a ebédlőbe erre ugráltunk, meg tátogtunk, meg is és akkor, kb. akkor jött meg. Ám még volt ilyen Gangsta Zoli, meg mit tudom én régebben, de hát az... Az semmi, az csak azért röhögtünk, meg áramkodtak benne. Belga. Belga, az öreg belga. Ja, ezek. Gondolom Gangsta ennyiben a, a lírikus finomság fogott meg benne, nem? Így van, így van. A lírikus finomság, főleg ugvány. <laughs> nem is tudok idézni, de... <laughs> felt, jopasz, oh, igen. Ja. igen. Igen. Hát ja, imádtuk. Hát tudod, olyan dolgokat mondott, amiket mi nem mondhatunk ki, mert gyerekek voltak és picsán vertek volna. Szabad ilyeneket mondani, hogy picsán vertek? Ja. Ja. Ez egy szókimondó mondani műfaj. Ja, úgyhogy, úgyhogy azt csak azért hallgattuk. De az első az, az nem, Az volt az első ilyen robbanás tíz évesen, ahol a rep jött. És te Zsr. is ide ez a a tükör előtt. Aha, kb. Igen. Anyám fésűje, ilyen extra, extra kellékek. Hajlak. Mi Ami kell, persze. Ja, úgy nyomtam. Meg volt egy, de ez már később volt, volt egy egyetlen egy alapzeném. Fogalmam nincs, melyik emi nem zajlanak az alapja, de szerintem le tudnám játszani zongorán, pedig nem tudok zongorázni. Csak arra repeltem évekig. Így freestyle otthon, tudod. Ja, az így meg volt. Ez is ilyen álcsúli, álcsúli körül lehetett. A következő dolog, hogy van -e olyan étkezési szokásod, vagy, vagy evéshez kapcsolódó tevékenységed, amit, ami így nálad van, de mások úgy valószínűleg gusztustalannak tarthatnak, vagy, vagy éppen nem tartják jónak. Azt nem mondom, hogy készültem, de azért gondolkoztam, hogy miről mit fogok mondani, de rohadjak meg, ez a kérdés eszembe jutott. Két, erre kom Tehát milyen evési szokás, ami gusztustalan. Fú, figyelj, azt tudni, hogy nagyon kevesen csinálják, de én gyerekkoromban a bundás cukorra lettem. Az, az ketchup sajt, nem a legtöbbetnél. Azt no, tudod? Hát, hát, én, 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 a cukros voltam, de gusztustalan. Gusztustalan vagyok, nem tudom. Már nem, nem, nem jut eszembe semmi. Most segítek, hogy én is, én is, én is, benne legyek. Nálam az volt ezt ilyen, én édesapám én nagyon speciálisan ette a túrós tésztát, ő, ő, ilyen, tényleg ilyen, ő úgy hívta, hogy ez az uglói verzió. Teljes túrós a túró, tejföl, <coughs> porcukor, pirított szalonna mellé, és leöntve tejjel. Na most én nem így eszem, én kiadom a tejet, a többi az stimmel. Nagyfaterom, ette így, meg talán mézet rakott rá. Az is, de az jó? azt mondják, én ilyen békönös mézes ízét nem ettem. Nem, nem, szerintem én elég ilyen bézikét rendben vagyok, ilyen szinten undorító. Hát figyelj, trohat sok zapkását eszek, az amúgy undorító, de ez a fehér és... Egyetek sok zapkását, egyetek, ilyen karatok lesz. Egyetek sok zapkását, így van. Sok benne a rost, jó a kakinak. <laughs> Egészségügyi perceinket látták itt a... Ja, jó az emésztésnek. Ja, de hát mondjuk undorító, én undorítom, én undorodok tőle. Tehát kinlódok. Akkor a csak a kaki miatt teszed. Csak a, aha, a rost, magas rostos Így van. Hogy van? Komplex forrás. Nem? De ezt nem tanítod nem. még. Fú, ezt vágjátok ki, mert hülyeséget mondok, csak itt égettem magam. Ne. <laughs> de nem, hát ez valamilyen igen, lassan felszívódó szénrátforrás. Ja. Melyik az a három dolog az életedben, amelyek sosincsenek ott a helyükön, ahol lenniük kéne, de valamásról mindig megtalálod őket? a lakásban mondjuk. Ha rólam van szó, az, amit keresek. Akkor minden, minden is, én mindent is elhagyok, de tényleg meg hagyok, meg nem emlékszek. Nagyon szétszort vagyok, tehát nem tudom, nyolc csatorna van nyitva a fejemben mindig egyszerre, aztán így tényleg nem tudok kiemelni, ú, most körömcsipesz. Tudom, hogy van a lakásban egy körömcsipesz, és nem látjuk, egy hónapja keressük. Ha valaki esetleg megszállna egy körömcsipeszsel, akkor beállítom a Youtube-on a köszönöm gombot, jó, köröm csipeszre, vagy én nem tudom, de... Nálam például egyébként nagyon sokszor azon, hogy a sampont beteszem, van egy ilyen, tudod, a fürdőben egy ilyen polc, és, így, és így, megtalálom itt a a tévé mögött. Tehát, hogy ilyen van. Ú, gyerekkoromban volt ilyen, tudom, többször távirányító a hűtőbe. Az meleg? hát tudod, meg kezedben marad, mész ki kajáért, hova tegyem, izé, <laughs> <laughs> azt el akarsz kapcsolni, hol a tököm van, ezt keresed egy napig. De akkor öt évente veszel elemet, na jót tesznek neki a hűvös. így van, persze, hibernálom. Úgyhogy ilyenek vannak, meg hát ez nem pontosan ide tartozik, de biztos, hogy te is érted, dobtad ki a kanalat, meg tetted el a joghurtnak az üres izéjét, meg nem ilyenek, mert ez. volt ilyen. <g kızım> ja. Persze, meg emlékszem, még Egerbe laktam, jártam haza hétvégente, és uh, anyám egy idő után elkezdett panaszkodni, hogy nincsenek kiskések. Mm. És tudja, hogy a tálcán benka jártam a tévénél, tudod, ott, ott a retek, és csak így toltam le a késeket a kukába. Folyamat, úgyhogy pár pár megettem ott <laughs> <laughs> Ja. Jó, szuper. Um, Foglalkozásodat tekintve egyébként tanár vagy. Um, itt csak egy egyszerű emberi kérdés az, hogy miért emellett a hivatás mellett döntöttél, amit egyébként nagyon pozitívan kérdezünk, hiszen a tanárokat meg kell becsülni. Hát figyelj, ö, miért jó tanárnak lenni? Ö, nem sokat kell tanulni komoly előré lépési lehetőségek vannak, ugye egy életpályamodell alapján, és rendkívül kedvező versenyképes fizetések. És ezek mind vonzók a fiataloknak, ezért is ilyen telített a szakma, nagyon nehéz bekerülni manapság tanárnak. Azt hiszem, kell hozzá ö, két láb, meg két kéz. És akkor és akkor ma ott is, vagy nem? Hát összességében miért tanár? Hát figyelj, én kamasz korában az ember szerintem, és ezt azért látom is azokon, akiket tanítok, lövésük sincs, hogy mit csinálják. Én meg azt mondom, most 31 vagyok, és most se nagyon tudom, hogy mi az, ami engem annyira leköt, hogy teljes ilyen hiperfókusz, ilyen kis csövön keresztül lőném ki azt a célt, és mennék, mint egy őrült. A tanítás az csak úgy jött. Jól ment a matek, de lusta voltam, nem nagyon tanultam, az volt az egyetlen tárgy, amiből egy ilyen épkézláb érettségit összeraktam, tehát azt hiszem csak abból lett ötösöm. és meg, meg tényleg. Így van. Ott voltál? <laughs> este, igen, testből is ötösöm lett. Jó, de hát az, na mindegy. Ja. Mondjuk az, az, az látszik. Ja, már akkor így 20 kóval könnyebb voltam, de igen. Igen, igen, ment a foci ezerrel akkor még. Ö, hol tartottam? Ja, igen, nem tudtam, hogy mit akarok, de erőltették, hogy tanuljak tovább, mert hogy van, azért, azért van annyi eszed, mit tudom én, valamit csinálni kéne, ne szakma, ne izé, ne. Kösz milyen szar lenne most nem tudom, klímaszerelőként ötször ennyit keresni. Nem, csak viccelek. De én is akartam valahol tovább tanulni, és akkor így jött a matex és akkor mivel legerbe voltam, az meg ugye egy tanárképző így elsősorban, azon nem már csak így gurult, tehát hogy nem volt tudatos, nem volt annyira hivatásszerű, de azért azt mondhatom, hogy én ebben megtaláltam magam. Én, én, magát a munkát, amit csinálok, azt nagyon szeretem. Az egy kicsit csíp, hogy túl kell magamot elég erősen terhelni, hogy hogy mondjam, tehát hogy egy épkézlefizetés kijöjjön belőle, de nem paraszkodok király, amúgy tanítani jó, de még most ne legyetek tanárok, majd talán tíz év múlva. Ja. Ha egy visszagondolsz az arra a versenyen, amit úgy hívnak, hogy Battle Arena, akkor milyen érzések fogalmazódnak meg benned, illetőleg melyik volt a te személyes kedvenc dalod? Hát érzések, csak jó nyertem. Tehát... De egyébként igen, elfelejtettem, hogy itt a nyertes előnk. <suk> ja, ö, kedvenc dalom, fú, az elsőt és az utolsót, azt azt viszonylag könnyen ki tudom zárni. A, vagy a már, a, a kenyást. A kenyás a kedvencem. Abba a -e a anyait? Egyszerűen ö, alapból nem vagyok egy ilyen, ö, inkább úgy mondom, hogy ezelőtt a verseny előtt egyáltalán nem írtam ilyen disz, disztrekkeket, mondhatom. Uh -huh. ja, tehát, hogy nem, nem nagyon oltogattam így soha senkit, a versenyen kívül amúgy se. Aztán azóta rájöttem, hogy ez egész jól megy, meg élvezem is, és én mostanában inkább ilyen társadalom kritikusan próbálom meg ezeket a sorokat felépíteni, és nem egy-egy személynek vakon belemenni, hanem inkább egy rendszer, egy egy ilyesmi. Szóval miért az volt a kedvencem, ugye? Még itt tartunk? Mondja hát, hogy így, igen, hogy a ne, Nem, nem, teljesen rendben. Hogy a kenyásnál, hogy ott belepusztítottál mindent, vagy arra külön őt felkészültél például? Meg vagyok. Kenyánál ott a ahogy ott utána mentem a dolgnak, és amikor megláttam, hogy milyen aktívan jelen van a közösségi médiában, és eszembe jutott, hogy erre egy fölépítve az egészet, meg arra, hogy én szeretek sokat sportolni, vagy na érted, mindegy, aki hallott a számot, azt tudja, az tudja. Hallgassátok egy... meg. Ja, hallgassátok meg. Azt szerintem bomba lett ott a, a punchline -ok, a, a egyáltalán az, hogy a, prímek sorokon belül keresztbe össze-vissza, amennyit abba bele tudtam préselni, meg ahogy fel tudtam építeni, az nekem személyes kedvenc, és nem azért személyes kedvencem, mert én azt a srácot nem kedvelem, mert nem ismerem. Tehát, hogy beszéltem vele egy pár sort még a verseny legelején, tökő srác, csak egyszerűen nála csúcsosodott ki az egész a versenyben. Személy szerint az a legerősebb. Ja. De akkor tulajdonképpen méltó ellenfél volt? Mindenki. Mint egy politikus, úgy válaszolok. <laughs> ja, a politikus. A, a, a politikus, ja. Persze. Mindenki méltó ellenfél volt, de mindenkinek jobb voltam. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. <laughs> Kérem, kapcsolja ki. Igen. Ja. Bármi. A magánéletedre egy kicsit rákanyarodva, úgy tudom, hogy eléggé rendben van. Így, akár párkapcsolati szinten, hogy erről így mit lehet tudni, hogy azok a lányok, akik vágynak a tanár de de hogy mégis úgy elkelt a szíve hát azok a lányok, akik vágynak a tanár úrra, ö, van egy kamu profilom, <laughs> mondja, mondom, hogy nem, ö, van egy barátnőm, sőt, menyasszonyom, és a menyasszonyommal az idei évben meg fogunk házasodni, úgyhogy minden sziper és szuper. Ja, Gratulálunk. Nagyon szépen köszönjük. Kuvukival hogy jött a kapcsolat, és a 48 rabszolga megírásában, nyilván meghallgatva adott egyértelmű, de hogy, hogy miért érezted úgy, hogy ezt a témát ö, oda kell tárni a közönség és a hallgatóság elé? Tehát ki, kit szerettél volna vele tan tanítani, vagy csak úgy elengedted a szélbe, mint a galambot? A galambot? A, a rotyogot. Csak úgy kidobtam. Csak úgy kidobtam. Hát Kamillával úgy jött az ismertség, hogy Előbb ismertem meg a hangját, mint a szemét, mert a negyedik emeleten laktam a C lépcsőházba, ő pedig a negyedik emeleten lakott a B lépcsőházba. Egy csalás! És a fal, ami elválasztott minket, az, tehát itt, hogyha van egy szomszéd, akkor nekem az volt a Kamilla a másik lépcsőházból. Ja. De hát ugye ezt nem tudtad, mert nem is ugyanazon a lépcsősoron mész föl, sose találkoztunk, de a tesóját meg őt állandóan hallottuk, mert akkor még azok a régi radiátorok voltak, tudod, az az ilyen fűrészes, az, az, az a bordás vacak, és ilyen lyukon az ekkora cső megy át a szomszédba, biztosan biztos, szinte átlátsz. Ja, és uh, az... Diszkréció. <laughs> és az, az hozta a hangot, nagyon sokat hallottuk őket énekelni a hugomba gyerekkorunkban, Aha. de akkor még nem tudtuk, hogy ő van ott. És egyszer, hát már azért jó pár éve egyszer így rám írt, hogy csá, amúgy tudod, hogy mi falszomszédok voltunk? És akkor onnantól így Várj, de akkor ezt ő te is énekeltél, vagy ezt honnan tudja? Hát ö, honnan tudja. Volt olyan, hogy egyszer nem tudtak bejönni a házba a faterék, mert bealudtam a nappaliba, meg bezártam az ajtót, nem hallottam semmit, és az erkélyen mászott át, és ugye az erkélyünk is így egymás mellett volt, és akkor ő ott kéreckedett be, meg mit tudom én. Meg a zenéimet ö, ismerte. Meg én is az övé tehát tudtam, azt hiszem, akkor, amikor rám írt, akkor még csak egy pár zenéje volt fönt, de az ami a legnagyobbat ment, akkor az az első klipi, akkor az már fönn volt. Hol forgott 48 rabszolga? 48 rabszolga, Soroksári út, ahogy a Vágóhidról mész kifele, Erzsébet felé. Ott van egy benzinkút, ami így le van pukkanva, meg a... a Erzsébet line, az a graffiti fal, ott Erzsébeten, Erzsébet felső hévállomás, és akkor ott, de ott a jégpálya felől mentünk hátul, ott van a vasútállomás, meg ilyenek. Itt ez a két helyszín volt, igen, igen. És meg valami lepukkant roncskocsi is. Ja tényleg? Köszönöm. Uh, igen, az meg Vágóhídon van az a, be akartam menni, van az az épület, az a rohadt nagy csarnok van, szana firkálva. de ott már ilyen nem tudtunk bemenni, és akkor ahogy ott megálltunk, hogy akkor m -m, kéne még egy harmadik helyszín meg mi legyen, és így elnéztünk barra. Ott van, á, konkrétan ott volt egy ilyen lekottázott régi eszkort, és akkor ott, ott felvettük a végét. Töké. Rendben. Szerintem egy nagyon jó beszélgetésen vagyunk túl, és szerintem egy kicsit jobban megismertétek Pézt. köszönöm a válaszaidat, és hát zárszok én, mit üzen a Rep.hu családnak. Mit üzenek a Rep.hu családnak? ezekre sose készülök. Adjatok időt. Szeretlek titeket. Köszönöm, hogy itt lehettem. Jövök holnap is. <gül> köszönöm. <gül> köszönöm szépen, srácok, ez volt az interjú psz szel Béke.